Elvitte a meleg a kukoricatermés csaknem felét. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint idén a termés 40%-a semmisül meg, amelyet a besárgult táblák is jól mutatnak. A kár így meghaladja a 200 milliárd forintot, ehhez képest csupán 8 milliárd forint áll rendelkezésre a károk enyhítésére. Ezért minél hamarabb észszerű bejelenteni az aszálykárt a falu gazdászoknál. Mára, augusztus utolsó dekádjára azt látni, a határképe alapján, hogy a kukorica megérett, ez abnormális dolog. Kicsit előnyösebb helyzetben vannak azok, akik folyóvölgyekben, mélyebb fekvésű területen gazdálkodnak. Így azt kell, hogy mondjam, mi is, aki a bodrok közben gazdálkodunk, hál' Istennek nem szenvedtünk ekkora aszálykárt. Itt a kukorica hozama a közepesnél is jobbnak ígérkezik, tette hozzá Bodnár Pál, viszont előrébb jött a betakarítási időszak, a siló kukoricánál már meg is kezdték ezt. Normális körülmények között augusztus végén, szeptember elején kezdődik meg a silózás. A kukorica csövek rövidebbek a normális csapadék mennyiségű évek terméséhez képest, ugyanakkor a szemes kukorica betakarítása még várat magára. Méregetjük ugyan a szem nedvességét, de még 35% fölött van. Ez csak még ilyen roppantva bizonyos tartósítószerrel kezelve, fóliahurkába töltve alkalmas tárolásra. Próbálunk majd a következő héten ilyet készíteni. Még nem volt ilyen technológia alkalmazva nálunk. Így nedvesen tárolva takarítják be a takarmánynak szánt kukorica egy részét. A többi terméssel azonban kivárják az érési időszak végét. Így itt 250-300 hektár kukorica marad meg szemes kukoricának, ebből 18-20 ezer tonna termés lesz. A kukorica tonnánkénti ára már most 70 ezer forintos nagyságrendű, ennek ellenére további áremelkedésre kell számítani.